mikor aztán megszöktem, és már a Szent István Park 14-ben, mikor már körbe volt zárva Budapest, és ezek örjöngtek, és sucpasz ide, sucpasz oda, csak a Dunáig, ez a Dunaparton van ez a ház, lőtték be a Dunába az embereket, jött a razzia. És akkor bejött egy ilyen, nem is tudom milyen fiatal nyilas, ugye a nővéremet mindjárt eldugták, azt mindig eldugták, és nekem meg azt mondták, hogy feküdjek föl, és mondják, hogy beteg vagyok. És én felfeküdtem, és bejött a nyilas, és rögtön ugye velem kezdtem, mert hát elsősorban a fiatalokat, hogy na akkor gyerünk, menjél. És akkor az apu azt mondta, hogy hát ne vigye el, hát beteg, nem látja, nem tud járni. Azt mondta, hogy hát nem kell messzire menni. Magyarán mondta, hogy a Dunáig. Mondta az apu, hogy de hát nem tud menni. Nem baj, jöjjön. És akkor valami Isten és ugallat révén azt mondta az apukám, hogy ne vigye el, mert Magyarország úszóbajnoka, és maga még egyszer örülni fog, hogy megmentette az életét. Mondd meg a nevedet. És így rám nézett. És én ránéztem, mondtam a nevemet, és az egyik szeme szürke volt, a másik barna. És ez úgy bennem maradt, mert én addig sose láttam kétszínű szemet. Így maradtam meg, hogy az apu azt mondta, hogy úszóbajnoka fog még rá emlékezni. És 50-ben egy nagy nemzetközi bajnokság volt a szigeten, és én ott nagyon-nagyon jól úsztam, és mondták, hogy 100 gyors, felálltam, és mondták, hogy a úszószövetség, mit tudom én, elnöke adja át a érmet, és az államvédelmi hatóság őrnagya az államvédelem díját. És képzeld el, hogy állok fönn a dobogón, a kezembe egy vázával, és rám néz a Pali, és az a nyilas volt. És a két szeme más színű, én azt hittem, leszédülök az emelvényről. És odarohantam az apuhoz, és mondom neki, hogy de apu, hát azt mondja, tudom, Évikém, hallgass, mert ugyanúgy elvisz, mint mikor nyilas volt.